mini acélmű épül Ózdon. Férfi szívvel élhet az új szíves nő, mondta a professzor. Tovább tart a kánikula. Jó estét kívánok! Brüsszelben a közös piac székhelyén járva az elmúlt napokban több vezető tisztségviselőtől hallottam, hogy a kelet-európai országok megítélésében kiemelt szempont a kisebbségi jogok biztosítása. Hazánk bizonyítványa úgy tetszik ilyen értelemben nem rossz. Ezt erősíti meg az a gesztus is, hogy egy mértékadó politikai szervezet, az Európa Tanács Budapesten tartja parlamenti közgyűlését. Az ülésen felszólalt Antal József, áttekintette Európa szellemi térképének formálódását. Az emberi és kisebbségi jogokról szólva elmondta, ezek érvényesülése nem lehet egyetlen országnak sem belügye. Meggyőződése szerint a nemzetközi szervezeteknek keményebben kellene fellépniük, és a szankcióktól sem lenne szabad visszariadniuk a nemzeti önrendelkezéssel kapcsolatban. A térségünkben zajló eseményeket kétesélyesnek nevezte. A politikai vasfüggöny helyén gazdasági és szociális vasfüggöny van készülőben, mely veszélybe sodorhatja a világgazdaság egészét. A kelet-európai problémák megoldása nélkül a nyugati jólétet sem lehet fenntartani, mondta a miniszterelnök. Az ebédszünetben Göncz Árpád fogadta La Lumière főtitkárasszonyt és a delegációk vezetőjét. A migráció kérdéséről szólva elmondta, a menekültek befogadása számunkra mindig erkölcsi kérdés volt. Kelet-Európában a békességet csak egy általános érvényű kisebbségi kártával lehet biztosítani, mondta az államfő. A délutáni ülésen az Európa Tanács kibővítéséről, új tagországok felvételéről esett szó. Döntés nem született, a vitát Strasbourgban folytatják. A közgyűlés határozatot fogadott el a migrációról. Ebben felhívják hazánk, Csehszlovákia és Lengyelország kormányát, hogy alakítson ki átfogó migrációs politikát és kössön megállapodást a szomszédos országokkal a nem szabályos bevándorlók visszaengedésére, és dolgozzon ki vészhelyzettervet a tömeges bevándorlás esetére. Elfogadták a jugoszláv válságról szóló jelentést is. Ebben felhívják a tagországok kormányait, nyújtsanak nagyobb humanitárius segítséget a volt Jugoszlávia lakosságának. Sürgetik, hogy repülőegységek és hadihajók biztosítsák a segélyek Szarajevóba történő eljuttatását. A közgyűlés egyben megszüntette Jugoszlávia 1989 óta fennállt különleges meghívotti státuszát. Az amerikai külügyminisztérium megelégedéssel nyugtázta, hogy miután a szerb szabadcsapatok elhagyták a szarajevói repülőtér körzetét, megindulhattak a segélyszállítmányok az ostromlott városba. Az amerikai külügyi szóvivő azonban újólag kijelentette, hogy Washington támogatja az ENSZ erőfeszítéseit, de részvétele a boszniai válság rendezésében kizárólag humanitárius tevékenységre korlátozódik. Szarajevó repülőterén végre landolhattak a francia légierő Hercules típusú segélyszállítógépei. A kenyér, a gyógyszer azonban egyelőre a repülőtéren marad, ugyanis a kiújuló harcok az orvlövészek miatt nem lehet a városba juttatni. Három ENSZ katona is megsérült az orvlövészek fegyvereitől. Szarajevóban az elmúlt órákban is négyen vesztették életüket. Az ostromlók hátrébb bonták ugyan nehéz fegyverzetüket, ám a gyűrű szorítása továbbra sem enyhül. Ma estére várják egyébként a kéksisakosok felügyeletével Belgrádból érkező segélyszállító konvojt a bosnyák fővárosba. Csütörtökön pedig Lord Carrington próbál szerencsét Szarajevóban. Nem lesz könnyű, hiszen súlyos harcok folynak egész Boszniában. Szlobodan Milosevic elnökhöz nyílt kérdést intézett mai közleményében a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. Vajon az ő beleegyezésével üldözik-e szélsőséges csoportok a vajdasági falvakban a horvátokat, a ruszinokat és az ukránokat? A vajdasági párt felhívja a figyelmet arra, hogy több helyütt pokolgépes akciók történnek, Rumában nyilvánosan olvassák fel azoknak a horvátoknak a nevét, akiknek 24 órát adnak a távozásra, egyébként megölik őket. A listán szerepelnek szerbek is, akik horvát szomszédjaik védelmére keltek. A közlemény szerint Hürtkocki faluban 17 nap alatt 17%-ról 75%-ra nőtt a szerbek aránya, és nem nehéz kitalálni, milyen módszerrel történt mindez. Optimizmusra mutató 3 éves gazdasági programot fogadott el az orosz kormány. A Jegor Gajdar vezette kabinet 1994-től gazdasági növekedésre számít, ha megvalósulnak reformjai. A moszkvai vezetés reformjainak megvalósítását azonban lassíthatják a volt Szovjetunió területén kirobbant helyi konfliktusok. A moldovai helyzetről tudósítónk számol be. Továbbra is a fegyvereké a Szovjet-Nyeszter-menti válságban. Ma hajnalban 3 rendőr életét vesztette, 4 megsebesült az egyik benderi rendőrös elleni támadásban.
A moldovaiak válaszul ágyukkal és aknavetőkkel lőtték a város lakónegyedeit. Feltehetőleg az elhúzódó háborúskodással függ össze, hogy ma lemondott a moldovai kormány. A kabinet távozását azonban hivatalosan az elhibázott gazdaságpolitikával magyarázták. A hadszíntér megtekintése után Moszkvába érkezett az ENSZ tényfeltáró küldöttsége, amely Benderiben nem tudott tárgyalni a dnyeszter-menti vezetőkkel. A találkozóra feltehetőleg holnap az orosz fővárosban kerül sor. Üzenetértékűnek minősíthető az a 4 pokolgéves robbanás, amelyel a Fülöp-szigeti szélsőségesek Manila hajnali csendjét zavarták meg pár órával Fidel Ramos elnöki beiktatása előtt. A terrorszervezetek ellen korábban keményen fellépő Fidel Ramos, aki a leköszönő Corazon Aquino védelmi minisztereként szerzett érdemeket a Fülöp-szigetek demokratikus fejlődésének biztosításában, beiktatási beszédében elődje politikájának folytatását ígérte. Legfőbb célja a nemzeti egység megteremtése, külpolitikai téren pedig a térség államaihoz és az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok erősítése lesz. Václav Klaus legutóbbi nyilatkozataiban az önállóságra készülő Csehország érdekeiről szólt, ám ezek között nem említette Prága korábbi regionális tevékenységét. Egy önállósodó Csehország kevésbé lesz érdekelt a visegrádi és a hasonló hexagonális kezdeményezésekben, mondta Václav Klaus, a cseh kormány fői poszt várományosa, a Respekt című prágai hetilapnak adott interjújában. Szerinte a visegrádi jellegű együttműködésre korábban sem volt szükség. Klaus bízik abban, hogy Csehországnak, ha következetesen folytatja a piacgazdaság kiépítését, nem lesznek komoly külpolitikai gondjai. Attól a baloldal által hangoztatott veszélytől sem tart, hogy Németország gazdasági értelemben maga alá gyűrheti a cseh köztársaságot. Ismét itthonról, jelentéseink írén egy nemzetközi vonatkozású bejelentés. Antal József vezeti a magyar küldöttséget, amely részt vesz Helsinkiben, az újabb európai biztonsági és együttműködési értekezleten. A Mohamed Boudiaf algériai elnök ellen tegnap elkövetett merénylet kapcsán Herman János külügyi szóvívő elmondta, Magyarország mély megdöbbenéssel fogadta a hírt, hozzátette, hazánk a terrorizmus minden formáját elítéli. Magyarország és Moldova kapcsolataiban jelentős állomáshoz érkeztünk, mert megnyílik a Magyar Köztársaság kisinaui nagykövetsége, melynek élén egyelőre ideiglenes ügyvívő áll majd. Bukarestben folytatódnak a tárgyalások az úgynevezett Tolonc egyezményről, melynek célja, hogy megakadályozza hazánkon keresztül a nyugati országokba való szökését román és más nemzetiségű állampolgároknak. Egyébként ez is szóba kerül majd a holnap utáni aradi magyar-román államtitkári találkozón. A külügyi szóvivői értekezleten elhangzott még, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet július 9-én és 10-én tartandó Helsinki konferenciáján a magyar delegációt Antal József miniszterelnök vezeti majd. Antal József miniszterelnök délután hivatalában fogadta Kamal Abu-Jabart, a jordán hasemita királyság külügyminiszterét. A vendég a kétoldalú együttműködés fejlesztésének lehetőségein túl tájékoztatta Antal Józsefet a közel-keleti helyzetről, a békefolyamattal kapcsolatos jordán álláspontról. Miniszterelnökünk megerősítette, hogy a magyar kormány külpolitikájában kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik a közel-kelet minden államával, így Izraellel is. Röviddel ezelőtt kaptuk meg a miniszterelnöki sajtóiroda közleményét, eszerint a legfőbb ügyész tájékoztatta a kormányfőt, hogy törvénysértő volt a rádió elnökének az az intézkedése, hogy távollétében nem az alelnököt bízta meg helyettesítéssel. A törvényes jog szerinti vezetője a rádiónak tehát az elnök távollétében Csúcs László alelnök. Július 2-án tehát csütörtökön lép hatályba az a törvény, amely a politikai üldözöttek kárpótlásáról szól. A jóvátételnek ez a formája az 1939 és 1989 közötti 50 esztendőre vonatkozik. A vészkorszak deportáltjai, gettóba kényszerítettjei, a harctéren szenvedő munkaszolgálatosok épp úgy most kapnak először kárpótlást az elszenvedett szabadságkorlátozásokért, mint a szovjet hatóságok által kényszermunkára hurcolt százezrek. A kommunista hatalom átvétel után internáltak, kitelepítettek, és az 56-os forradalom elfolytása után őrizetbe vettek, és mindazok hozzátartozói, akiknek életét a Magyar Bíróság törvénysértő ítélete alapján oltották ki. Amennyiben a törvénytelenül elítélt már meghalt, úgy a túlélő házastársa fele összegét kapja a jóvátételnek. Ugyanakkor sem gyermek, sem élettárs nem juthat a néhai után kárpótláshoz. Az élet elvesztése miatti jóvátétel megállapításához viszont családi csoportokat kell képezni, amelyeket a szülők, a gyermekek és az özvegyek alkothatnak.
ezek hiányában 500 ezer forintra jogosult az elhunyt testvére. A külföldön élőknek minden szabadságelvonásban eltöltött hónap után 11 ezer forint értékű kárpótlási jegy jár. Vagyoni kártalanítás csak olyan sérelmekért adható, mint például ház, termőföld, vállalkozás, aranytárgyak, drága kő, platina, múzeális értékű tárgyak, továbbá véglegesen elvesztett bérlakás. Ezen kérelmeket legkésőbb november 2-ig lehet postára adni. A földvásárlási igényeket a törvények alapján különböző időpontban jelenthetik be a jogosultak azokon a nyomtatványokon, amelyekhez a postákon lehet majd hozzájutni. Az igénybejelentést a megvásárolni kívánt föld fekvése szerinti települési önkormányzathoz kell benyújtani. A kárpótlási hivatal tájékoztatása szerint a kárpótlásra jogosultak folyamatosan használják fel jegyeiket bérlakás megvásárlására. De még mindig egyes önkormányzatok vonakodnak elfogadni a fizetésre is felhasználható állami eszközt. A szovjet csapatok végleges kivonulásának első évfordulóján kettős rendezvényházigazdája volt a Magyar Ellenállási Szövetség. Előbb koszorúzási ünnepséget tartottak, majd konferenciát rendeztek. Magyarország részvétele a II. Világháborúban címmel. Az ifjúsági ellenállási mozgalom elesettjeire emlékeztek a túlélők a feneketlen tó mellett 10 éve felállított emlékmű előtt. A tiszteletadás koszorúit elhelyezte a honvédelmi, a belügyi, illetve a külügyi államtitkár, valamint a Magyar Ellenállási Szövetség és a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöksége. Délelőtt a Hadtörténeti Intézetben folytatódott a program, ahol is Magyarország II. Világháború szerepéről tartottak előadást a hadtörténészek. Elhangzott, Magyarország a trianoni békeszerződés után háttérbe szorított kis hatalommá vált, amelynek egyetlen célja a revizionizmus megvalósítása volt. Ugyanakkor az is tény, figyelmeztetett Gazsi József, hogy a magyar ellenállás szerves része volt az európai Hitler ellenes mozgalmaknak. És téves az a nézet, hogy az ellenállási mozgalmak a kommunista hatalom szállást csinálói voltak. Délután a konferencia keretében Jeszenszky Géza szólt országunk külpolitikájáról, illetve a számizdati irodalom, vagyis a második nyilvánosság jelentőségéről. A következőkben gazdasági témákról lesz szó. Az első jelentés az ipar egyik válságövezetéről szól. Szabó Iván miniszter szerint megvan az esély annak, hogy 2,5 éven belül Ozdon nyereséges acélmű működjön. A kanadai hegycég egy megvalósíthatósági tanulmányban kimutatta, hogy a működő hengerrész akkor lesz működőképes és profitábilis, ha egy mini acélművel a saját acélipari bázist megteremtve tudja előállítani termékeit, amelyek elsősorban a minőségi rudacélok és a építőipar számára szükséges betonacélok előállításával foglalkozik, tehát szinte profil tiszta ebben a tekintetben, és a mini acélmű pedig helyben állítja elő az ehhez szükséges alapanyagot. Ön úgy fogalmazott, hogy a társadalmi problémák helyett most viszonylagos társadalmi béke honolózzon. Van egy olyan remény, hogy ehelyett a rossz kohászat helyett egy modern, korszerű kohászat létrejöhet, és ez a korszerű kohászat azért a vonzás körzetében levő munkahelyeket megtartja, hiszen ma is körülbelül 3800 ember dolgozik Ozdon, valamilyen vékonyabb vagy vastagabb szállal a kohászathoz kapcsolódva. És van-e már betöltetlen állás Ozdon? Van. Kell nekünk acélipar? Ha ez világpiaci szinten hasznossá, profitabilissá tehető, akkor azt hiszem, hogy erre szükség van. Azonban a tanulmány azt is kimutatta, különféle vonzáskörzeteket figyelembe véve, hogy Ózd jó helyen fekszik, mert a környező országokba export lehetőségei is vannak, tehát nemzetközi méretekkel is modern üzem települne ide. A bankok, a vállalati és a vállalkozói szféra vezetői, valamint adószakemberei találkoztak délután Minarik Györggyel, az adó- és pénzügyi ellenőrzési hivatal elnökével. Milyen inflációt von maga után a 3 kulcsosból a 2 kulcsosra áttérő áfa rendszer? A számviteli törvény és az adótörvény nyitott kérdései. Miért bünteti az APEC a tavaly december végén bejegyzett vállalkozókat pusztán azért, mert nem jelentették be, milyen könyvelést választanak idén? Íme néhány a kerekasztal beszélgetésen felmerült témákból. A pénzügyekhez értő Whitefülűek több mint 3 órán át faggatták vendégüket. Ezek számunkra is hasznosak, hiszen egyrészt megmutatják azokat a jogszabályi problémákat, amelyek a jelenleg meglévő jogszabályokban vannak, másrészt rámutatnak azokra a végrehajtásbeli gondokra, amelyek természetesen elsősorban a vállalkozásokat, vállalkozók vezetőit érintik, de számunkra sem hatástalanak.
A kis stadionban az első országos szakszervezeti bizalmi találkozó résztvevői mintegy 6000 ember előtt mondott beszédet Nagy Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Szűkre szabott időnkben csak jelezni tudjuk tapsokkal többször félbeszakított előadásának témaköreit és a találkozón megjelentett követeléseit. Tehát a munkanélküliség növekedésének megállítása, a válságtérségekbe válságkezelő bizottságok küldése, a vám és importpolitika felülvizsgálata, a keleti piacok visszaszerzése, a foglalkoztatási érdekek figyelembevétele a privatizációban, a jelenlegi nyugdíjkorhatár megtartása, a mérsékelt állami és igazgatási költségek, a munkavállalói tulajdonhoz jutás, az infrastrukturális beruházások és az esélyegyenlőség garantálása a továbbtanulásban, a nyugdíjak értékállóságának megtartása, többletkedvezmény a fiataloknak és az anyák döntési joga abortuszügyben. A szakszervezeti bizalmi találkozó résztvevői felszólítanak minden munkavállalót, hogy együttes és egyidejű fellépéssel szerezzenek érvényt akaratuknak és támogassák az MSOS törekvéseit. A bankok szerepe a magyar és a volt kelet-német vállalatok privatizációjában címmel tartott tanácskozást a Konrad Adenauer Alapítvány és a Privatizációs Kutatóintézet. Hitelválság körvonalai bontakoznak ki, mondta Szabó Tamás tárca nélküli miniszter megnyitő előadásában. A gondot növeli, hogy mindez likviditási válsággal párosul. A bankok privatizációjával kapcsolatban a miniszter bejelentette. A közeljövőben banktanácsadókat neveznek ki, akik a bankok és az állam között állnak. Szabó Tamás elképzelhetőnek tartja a külföldi többséget is a bankok privatizációja során. A volt német keleti tartományok tapasztalatairól a német Kreditanstalt für Wiederaufbau elnökhelyettese számolt be. Milyen feltételekkel nyújtanak hitelt a német vállalkozóknak? 10 évre, 2 év türelmi idővel, 7-7,5%-os fix kamatra. Tavaly mintegy 100 000 kisvállalkozó kapott 8,6 milliárd márkát, melynek segítségével a kezdők is megteremthették egzisztenciájukat. Hogyan értékeli a magyar privatizációs folyamatot? Jó úton haladnak. Olyan hitelformákat kellene kialakítaniuk, melyek segítségével a vállalkozók ténylegesen tulajdonhoz juthatnak. Nálunk a támogatási hitelintézet kormánygaranciával a háta mögött még a kezességet is átvállalja, hiszen a rendezetlen telekkönyvek miatt nem tisztázottak a tulajdonjogok. És most egészségügy többféle megközelítésben. Első jelentésünk arról szól, milyen sikere van annak a pályázatnak, amelyet a Népjóléti Minisztérium hirdetett meg, a házi orvosok kedvezményes autóvásárlásának megsegítése érdekében. Egy budapesti peremkerületi körzeti orvos kérdezte, hogy ő például pályázhat-e. A pályázatát beadhatja, de várhatóan sikerrel csak a General Motors kedvezményében, 10%-os gyári kedvezményében részesülhet. Az eredeti pályázat arra lett kiírva, hogy azok a házi orvosok és házi gyermekorvosok, akik kötelező jelleggel saját gépkocsival látnak el ügyeletet és készleti szolgálatot, azok kapjanak 200 000 forint központi támogatást az új gépkocsi, illetve használt gépkocsi beszerzéséhez. Ez általában vidéken, több településen, nagyobb körzetben értendő. Mekkora az érdeklődés? Több mint 900 pályázat érkezett. Most hogy fogják kiválasztani azt a 400-at, aki kaphat? Egy héttagú szakértői bizottság fogja elbírálni a pályázatokat, és egy számítógépes rendszer fogja feldolgozni azoknak a szempontoknak alapján, amelyeket a bizottság meghatározott. Július végén várhatólag mindenkit kiértesítünk, aki a pályázatát benyújtotta. Közismert, hogy az egészségügy betegségeinek egyik fő oka az anyagiak hiánya. A Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat legutóbbi testületi ülésén a Hetényi Géza megyei kórház ágyszámának 10%-os csökkentéséről döntöttek. Az ágyszám csökkentést úgy képzeljük el, hogy amennyiben az elgondolásunkat a szakmai gyakorlat nem támasztja alá, akkor ezeket az ágyakat visszatehessük, vagy legalábbis egy részét. Ezen kívül létszámfelülvizsgálatot vagyunk kénytelenek végezni, gazdasági területen és egészségügyi területen is. Úgy néz ki, hogy egy olyan 10%-os dolgozói létszám nélkülözhető lesz az intézetnél. Mi igaz abból a hírből, hogy a műtétek számát radikálisan csökkenteni kényszerül a kórház? Ez nem igaz. Arról volt szó mindössze, hogy a várakozási idő egy-egy halasztható műtét esetében talán megnyúlik amiatt, mert a műtőkapacitása olyan kicsi,
hogy nem tudunk annyi műtétet végezni, ahány műtétes eset a kórházba bekerül. És amit lehet ütemezni, azt ütemezzük is, az akut eseteket kénytelenek vagyunk ellátni azonnal, és el is tudjuk látni. Újabb szívátültetést hajtottak végre a Sote ér- és szívsebészeti klinikáján immáron negyedszer, és ezúttal egy 31 éves nőbetegen, aki férfi szívet kapott. Gyakorlatilag ez volt a legesmegsérülésebb esetünk, és szerencsénk volt, mert minden esetben az dönt el, hogy kikerül sorra a műtétre, hogy éppen milyen donort kapunk. Ezt már sebésztechnikai szempontból rutinként csináljuk. Természetes minden egyes beteg, egyedi gondoskodást kíván. Nem tartom indokornak, hogy ezek után is továbbiak folyamán minden egyes esetben beszámoljunk erről a továbbiak során. Az erdélyi Zsírvölgy bányász településeinek 40 szegény sorsú gyermekét látja vendégül 10 napig az 1988-ban alakult pécsi székhelyű magyar-román baráti társaság. Ma az állatkert zooiskolájában jártak. A magyar, román, német, szász, szerb és cigány nemzetiségű gyerekek, valamennyi most járt először külföldön, Magyarország legszebb tájaival ismerkednek. Ellátásukról, utaztatásukról a baráti társaság, illetve különböző magyar családok, intézmények gondoskodnak. A Caritas szeretetszolgálat pedig ruhákkal látta el a vendéggyerekeket. A tájékoztatás fontosságáról már az előbbiekben is szó esett. Az országos rendőrfőkapitányság a bűn megelőzés érdekében szeretné javítani a lakosság informáltságát. Ezért telefonon adnak eligazítást a pénzszállítás lehetséges módozatairól. Mit gondol ez a szolgáltatás, ami most itt indult, ez sikerre tartott számot? Feltétlenül. Mindenképpen tanulságos nekünk is az ügy, és úgy érzem, hogy az ország összes gazdálkodó szervezetének tanulságos lehet, és ezt a szolgáltatást én maximálisan jónak tartom. Milyen tapasztalatokról számolhat be? Eddig pénzkísérő, pénzszállítással foglalkozó cégek hívták fel ezt a telefonszámot, illetve olyan vállalatok megbízottjai, akik eddig nejlonzacskóba szállítottak akár több mint 1 millió forintot, holott ez eleve jogszabály által is tiltott tevékenység, és nagyon jól tudjuk, hogy életveszélyes is egyben. A következő tájékoztatás főleg a fővárosiakat érdekelheti. Az egyik legnagyobb biztosítótársaság mostantól kezdve nem csak egyetlen központi irodában, hanem körzetenként végzi a kárbecslést. Július 1-től véglegesen Budapesten 5 fő kárrendezési decentrumot alakítottunk ki, a belvárosiaknak is, a délpestieknek is, észak-budaiaknak is, az eddigieknél közelebbi helyeket jelöltünk ki. Ezek a napok közlemény rovataiban megjelennek, hirdetéseinkbe tájékoztatjuk az ügyfeleket, sőt, mindenki a kötelező csekkel együtt készen is kapott egy címlistát. 100 esztendeje született Lajta László, a zenetudomány egyik kiváló művelője. Ma újabb megemlékezést tartottak. Délelőtt szerénykiállítást nyitottak meg a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében, ahol a zenetudós könyvei, műveinek kottái kerültek a tárlókba. Lajta László születésének 100. évfordulóján nem csak két fia, de barátai, tanítványai mellett a zenei élet kiválóságai is tisztelettek emléke előtt. Eljött francia kiadója is. A Farkasréti temetőben csöndes zene mellett tették le a tisztelet virágait a Kulturális Minisztérium, a zenei intézmények képviselői, a család a rokonok koszorúi mellé. Este adásunkkal egy időben ünnepi hangverseny kezdődött a zeneszerző műveiből a Mátyás templomban. Rohamosan emelkedik tavaink vizének hőmérséklete, azaz tart a kánikula, és várhatóan holnap is hasonló lesz az idő. Ennyit előzetesen a meteorológiai jelentésből, én mára megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Nagy összefüggő felhőrendszerek lassú mozgása egyelőre nem jelzi, de számottevő változás előtt áll kontinensünk északi és középső vidékeinek időjárása. A Dél-Skandináviát és a Brit-szigeteket átszelő, délfelé tartó keskeny felhősáv mögött nagy mennyiségű hűvös levegő halmozódott föl. Ez a levegő egyre délebbre sodródik, és egyre nagyobb területeken, a hétvége felé várhatóan nálunk is, mérsékli a meleget. Addig azonban igazi kánikula várható.
A derült, közel szélcsendes éjszakán csak 12-17 fok közé hűl le a levegő. Napközben eleinte zavarta a napsütés, majd időnkénti erős, gomoly felhőképződés várható, de csak néhány helyen valószínű zápor, zivatar. Csütörtökön gyakrabban lesz felhős az ég, több